Elsőként a Kodály iskoláról kaptuk a hírt, miszerint március 13-ától nem léphetnek be az intézmény területére a szülők, csak az iskola ajtajáig kísérhetik el gyermeküket, délután az aula helyett a sportudvaron vehetik át a diákokat. A református általános iskolában is hasonló szabályokat vezettek be, az iskola diákjai nem vesznek részt az istentiszteleteken, a pénteki reggeli áhítatok is elmaradnak. Tudomásunk szerint ugyanígy nem léphetnek be a szülők az Arany János általános iskolába, a Móra Ferenc iskolába, a Lánchídba, a Rákócziba, a Ménteleki iskolába, illetve a Kertvárosi iskolába sem. A Kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolában jelenleg a legfontosabb feladatnak az alapos fertőtlenítést tartják. Minden diákmosdó és tanári mosdóban külön speciális fertőtlenítőszert alkalmazunk, valamint a bejáratnál látható egy különleges eszköz, ami száraz szappan, tehát aki bejön, az ott fertőtleníti a kezét, és így jöhet be az intézménybe. Azok a szülők, akik külföldön jártak, egyeztetni szoktak az intézményvezetővel. Az az általános, hogy az utazás, illetve hazaérkezés után konzultálnak a házi orvosukkal is. Az intézmény azt javasolja, hogy az a diák, akinek hozzátartozója külföldön járt, 14 napig ne menjen iskolába. A nagyobb rendezvényeit ez az iskola is elhalasztotta, így az erdélyi utazást is a határtalanul programon belül. Ezen felül nem engedhetik be az egyéb programok terembérlőit sem.